Zombán ellenőrzik a rendőrök az autósokat. Elsőre meglepő a két rendőrautó is az öt egyenruhás az útszélén. Hiába közlekedünk szabályosan, egy rendőrségi leintés általában stressz helyzetet jelent a vezetőnek. Van egy kis stressz az emberben, hogy a sűrűn nem állítottak meg, de hát betartjuk a szabályt. Pont a hasonló érzéseket hivatott eloszlatni a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztálya december 6-ai akciójával. Kollégáim a mai napon közúti ellenőrzéseket hajtanak végre a megye különböző településein, adhok jelleggel, az egész nap folyamán. Aki a baleset megelőzési akcióban minden szempontnak megfelel, szabályosan közlekedik, semmiféle szabályszegés nem állapítanak meg vele szemben a kollégáim. Ők egy Mikulás csokit kapnak ajándékba a rendőröktől, ezzel is kicsit kedveskedünk az állampolgároknak, és megmutatjuk azt, hogy a rendőrök nem csak büntetni tudnak, hanem különböző kampányok keretében esetleg ajándékokat is adhatnak az állampolgároknak. A második alkalommal megszervezett baleset megelőzési programon 300 darab Mikulást osztottak szét az autósoknak. Egyelőre még csak az van, hogy ellenőriztek helyesen. És minden rendben volt? Minden, remélem rendben volt, úgyhogy a rendőröktől ezt várom el, hogy korrekt, normális ellenőrzés legyen, én meg korrekt, normálisan viselkedjek. Gratulálok, köszönöm szépen, kedves hölgyem, örülök neki, hogy rendben voltak a dolgaim, és örülök neki, hogy korrekt volt a vizsgálat. Reggel Hőgyészről indult az ellenőrzés, Kétyen keresztül Zombán át, majd délután Öcsény, Decs és Sárpilis irányában folytatták a programot. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság január 1-jére is készül hasonló akcióval.